Jó estét kívánok, köszöntöm a közügy nézőit. Már csak 2,5 hét van hátra a nyári szünetig. A debreceni tankerületi központ intézményeiből több mint 17 ezer, a szakképzési centrum iskoláiból pedig további 12 ezer gyerek kezdi meg a vakációt, és akkor még nem is beszéltünk az egyházi és az egyetemi intézményekről. Vitathatatlan, hogy Debrecen valódi iskolaváros, ahogy az is, hogy az oktatási rendszer a gazdasággal együtt fejlődött és alakult át az elmúlt években. Hogy milyen módon, arról beszélgetünk Barcsa Lajossal, polgármesterrel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát ugye ez tényleg az iskolások szempontjából különleges időszak, viszont nekünk meg egy apropó arra, hogy átnézzük, hogy tényleg hová is jutott itt néhány év alatt az oktatási rendszer is. Gondolom, hogy azzal jól fogalmazok, hogy kéz a kézben jár az oktatás és a gazdaságfejlesztés a Debrecenben. Én így gondolom, a gazdaságfejlesztését és oktatásügyért is felelős alpolgármesterként valójában ezt a feladatot is kaptam, hogy összefésüljük az igényeket a szolgáltatásokkal, illetve az oktatási palettával és lehetőségekkel, és azt gondolom, hogy az elmúlt években komoly előrehaladást sikerült ebben a tekintetben is elérni, hiszen való igaz, ugye az új munkáltatói igények jelennek meg, nyilván az új munkahelyekkel párhuzamosan, egyébként a technikai fejlődés mellett is, tehát az eddigi munkáltatók, akik itt voltak Debrecenben, ők is talán másabb munkaköröket keresnek, másabb képzettségű embereket, és azt gondolom, hogy mindkét fő fenntartó, vagy akár az egyházi fenntartók is ezekre a kihívásokra nagyon jól és rugalmasan reagálnak. Mit lehet mondani most a debreceni oktatási rendszerről? Jó dolog most debreceni diáknak lenni? Tehát mondjuk most már Nyilas Misi sem panaszkodna a klasszikussal élve? Ugye a oktatás Debrecenben mindig is és ma is stratégiai ügy. Debrecen tradicionálisan egy oktatási központ, és azt gondolom, hogy büszkén viselhetjük ezt a címet a 21. században is, manapság is, és tudjuk azt, hogy a jövőnk is az oktatásban rejlik, úgyhogy kiemelt figyelmet szentelünk az oktatás ügyének. És azt gondolom, hogy az elmúlt években ez a paletta, az oktatási paletta, ez még színesebbé vált. Hogyha azt nézzük, hogy például a tankerület, mint fenntartó, az idegen nyelvű képzések tekintetében nagyon komoly eredményeket ért el. Ha azt nézzük, hogy a szakképzési centrum az ipar 4.0 elvárásainak megfelelően a munkáltató igények által megfogalmazott igények szerint átalakította a szakképzést, és tényleg ipar 4.0 szakképzést alkalmaznak egy duális képzés keretében, 3300-nál is több gyermek vesz részt a duális képzésben, és még ide jönnek az egyházi fenntartók is, akik egyébként szintén nagyon színvonalos munkát végeznek, akár az idegen nyelvi képzés tekintetében, de akár ennél még a szakképzésben is jelen van, akkor azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk a fenntartóinkra. Egyébként akkor, amikor országos akár politikusok, szakemberek jönnek ide egy-egy oktatási célú rendezvényre, konferenciára, és beszélek velük, akkor mindig dicsérik a debreceni oktatási rendszert, amelynek a kulcsa talán az összefogásban rejlik. Mi nap mint nap, hétről hétre beszélünk egymással. Nekem is ez feladatom nyilván, hiszen a munkáltató igényeket, azokat első kézből kapjuk meg, és ezeket feladatom továbbítani a fenntartók irányába, és a fenntartókra pedig rendkívül büszke vagyok, hiszen amit lehet, tényleg megtesznek, és rendkívül rugalmasan állnak az igényekhez, és akár idegen nyelvi képzésről, akár szakképzésről, akár egyéb igényről van szó, igyekeznek azt minden esetben kielégíteni. És hát ne felejtsük el, hogy itt új fenntartók is megjelentek az elmúlt időszakban, hiszen ott van a nemzetközi iskola. A nemzetközi iskola egy hiányt pótolt. Jól látszanak most már a számok, ugye most már 300 körüli diák létszám van. Azt lehet mondani, hogy egy nagyon jó befektetés volt a jövőbe Debrecennek, hiszen amikor a nemzetközi iskolát elindítottuk, az egész projektet, ezt követően jöttek be Debrecenbe azok a nagy beruházások, amely azt gondolom a 21. századi Debrecent meg fogják határozni. És hát nagyon sok külföldi választja most már, külföldi vállalatvezető gyermeke választja most már a nemzetközi iskolát, tehát most már nem arról van szó, hogy a magyar gyermekek lennének többségben, hanem tényleg egy nemzetközi iskoláról van szó. És emellett pedig ott van a német nyelvű iskola, a német iskola.
szintén nagyon sikeres vállalkozásunk volt, többszörös túljelentkezéssel, óriási igény van rá, ingyenes módon nyújtanak német nyelvű képzést, és hát látszik az is, hogy itt is nem csak a német családok, hanem a magyar családok részéről, sőt, főleg onnan van egyenlőre érdeklődés a német iskola kapcsán, úgyhogy el kell gondolkozzunk majd azon, hogy a felső tagozatot lehet, hogy majd el kell indítani. Ezek az előrelátó szülők, akik mondjuk már a jövőt tervezik a gyerek szempontjából. Gondolom úgy vannak vele, hogy egy német nyelvtudás az mindenképpen jól jöhet itt Debrecenben. Hát abszolút, hogy ugye a német tőke az jelen van nagyon jelentős mértékben Debrecen város életében, gazdaságában, és ha bár ezt mindig elmondjuk, hogy az angol nyelv az gyakorlatilag olyan már, ami természetesen kell, de mellette például a német cégek azért jellemzően, hogyha német nyelvet tud valaki, az mindenféleképpen előnyt élvez, úgyhogy emiatt is, és akkor itt visszautalnék a tankerülettel történő együttműködése a tankerület irányába, amikor megfogalmaztuk ezeket az igényeket, igen, akkor nagyon komoly lépéseket tettek. Ugye a Dózsa György általános iskolában két tannyelvű magyar-német két tannyelvű képzés zajlik, mint fenntartónál, tehát nem is feltétlenül csak a német iskolában van. Igaz, a német iskolában csak német nyelvű képzés van másik fenntartóval. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja tartja fenn egyébként, tehát egy új fenntartó is megjelent velük a városban, de a tankerület is a saját maga kertjét rendezte, és a Dózsa György általános iskolában magyar-német két tannyelvű, ugyanúgy a Csokonai Gimnáziumban egy emelt szintű magyar-német két tannyelvű képzés zajlik, úgyhogy hát azt gondolom, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a munkáltató igényeknek megfeleljenek. Lehet ennek folytatása, lehet még több igény erre? Most valahol azt gondolja az ember szülőként is, hogy valahol alapvető ez, hogy két tannyelven tanuljanak a gyerekek, mert erre felé halad a világ, ugye, globalizációs folyamatok révén. Óriási az igény erre egyébként, és ez egy nagyon jó kérdés, hiszen például az angol nyelv tekintetében csak egy általános iskolánk van, a tankerületi központ által fenntartott iskolákról beszélek, ahol egy általános iskolánk van, ahol magyar-angol két anyanyelvű képzés zajlik, ez a Lillatéri Általános Iskola, és ott látjuk, hogy minden évben két és fél háromszoros túljelentkezés van. Ugye azt az iskolát például nem arra tervezték, hogy egy ilyen városi szintű több ezeres létszámot tudjon befogadni, az infrastruktúra nem állott rendelkezésre, úgyhogy emiatt is például kezdeményeztük a tankerületnél, hogy vizsgálják meg, hogy melyek azok az iskolák, ahol szintén be lehet vezetni ezt a magyar-angol két anyanyelvű képzést. Tehát valóban a kérdés valid, tényleg úgy van, hogy a szülők felismerik ennek a jelentőségét, és igyekeznek olyan iskolába iratni a gyermekeiket, ahol egy emelt szintű, adott esetben két anyanyelvű képzés zajlik. A másik dolog, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk az általános iskolai képzés lehetősége megvan, idegen nyelvű képzés lehetősége megvan, viszont ez a gazdasági fejlődés azt is magával hozza, hogy nő Debrecen népessége folyamatosan, és az oktatási rendszerbe való bejövetelt is biztosítani kell. Itt most az óvodákra és a bölcsődékre gondolok. Ugye gondolom, ebben is nagyot kellett lépni, nyilván tudósítottunk mi is folyamatosan arról, hogy hogyan nő a kapacitás egyes intézményekben, de ezt gondolom, hogy át kell gondolni előre, hogy tényleg meddig lehet nyújtózkodni, és hogyan? Valóban így van, hát ugye az oktatás az tényleg a legkisebbeknél kezdődik, és a Debrecen alatt itt, hogy Debrecen népessége nő, itt az agglomerációt is értem, hiszen azt látjuk azt a folyamatot, hogy az agglomerációból egyre többen szeretnének bejönni Debrecenbe, így dolgozni, és ha már itt dolgoznak, akkor az itteni oktatási intézményeket veszik igénybe. A bölcsödéknél egyébként is jellemző, hogy nem is a lakóhely, hanem inkább a munkáltató, tehát ahol éppen dolgozik az illető, annak közelében választják inkább a bölcsödéket. Egyébként Debrecen rendszere eddig is elegendő lett volna, hanem inkább a területi eloszlás az, ami folyamatosan változik. Hogyha új lakóparkok épülnek, akkor nyilván egy új lakópark közelében célszerű egy-egy ilyen oktatási intézményt létrehozni, vagy ahol ipari park létesül, akkor szintén ott is egy nagyobb kapacitást kell létrehozni, és hát a belváros az pedig folyamatosan igényli, hiszen itt mindig is sokan dolgoztak, és sokan is fognak dolgozni elsősorban a közigazgatás miatt, úgyhogy ezeket az igényeket kell folyamatosan monitorozni. Az óvodai rendszerben sikerült, itt is nagyon fontos az, hogy nem csak az önkormányzat az egyedüli fenntartó, hanem itt elsősorban az egyházi fenntartásra gondolok, hogy ők is nagyon komoly szerepet játszanak.
Az önkormányzat körülbelül egy olyan 7000-es létszámot tud befogadni. Ehhez a egyházak nagyon jelentős mértékben léptek előre az elmúlt időszakban. Az elmúlt 4-5 évben egy olyan 1100-as létszámról már több mint 1700 gyermeket tudnak befogadni. Ez egy, most már egy nagyon jelentős kapacitás és egy nagyon jelentős bővülést jelent. És hát a bölcsödéseknél is ott is azért nagyon szépen sikerült előrelépnünk, ott is bőven több mint 1000 főt, 1300-nál is több gyermeket tud befogadni a rendszerünk, és az egyházak is itt is sikerült előrelépni, hiszen itt is már közel 400 főt be tudnak fogadni az egyházi fenntartók, úgyhogy összességében nagyon komolyat sikerült előrelépni a debreceni rendszerben a kisgyermekek vonatkozásában. Itt azért az önkormányzat is a saját maga feladatait elvégezte, hiszen voltak olyan hiányterületek, amiben nagyon komolyat sikerült az elmúlt időszakban előrelépni. Gondolok itt például Debrecen Józsára, ahol bölcsöde átadással mi is segítettük a bölcsödés gyermekeknek a elhelyezését, 96 férőhelyes bölcsöde jött ott létre. Remélhetőleg az idén át fogjuk adni a belvárosban, a Postakertben egy vadonatúj bölcsödét, szintén 96 férőhelyel, és az az óvoda tekintetében is ugye már előre gondolkodunk. Ugye ott lesz majd a Tócóvő egyi ingatlanfejlesztés, és ehhez kapcsolódóan tényleg stratégia mentén előre gondolkodva már létrehoztuk a Tócóvő egyi óvodát. A Tócóvölgyben már eddig is kellettek ezek a kapacitások, úgyhogy azt gondolom, hogy egyrészt hiányt pótoltunk, másrészt pedig előre gondolkodtunk. Ugye itt a másik aspektus, ami nyilván szülőként fontos, hogy milyen körülmények között jár akár bölcsödébe, óvodába, iskolába a gyerek. Ugye rengeteg fejlesztés történt az elmúlt években, és ami miatt ez különösen fontos, itt most az energetikai korszerűsítésekre gondolok, hogy megtapasztaltuk az elmúlt években, hogy bizony nem mindegy, hogy mennyi a rezsi, akár otthon, akár egy intézményben. Ilyen szempontból is gondos gazdának kell lenni. Pontosan így van. Én világosan emlékszek arra, amikor többféle válság érintette az oktatási szakembereket az elmúlt időszakban, és tényleg tisztelet mindenkinek, aki helytállt, hiszen először jött a pandémia, aztán tényleg jött a rezsiválság. Emlékszem, hogy mi magunk az óvodavezetőkkel is leültünk, és kértük azt, hogy figyeljenek nagyon oda, mert nyilván minden termet, minden szobát felfűltünk, ahol arra szükség van, de most tényleg fokozottan kellett arra figyelni, hogy mondjuk egy szellőztetés az ne tartson több ideig, mint amennyire szükséges, és emellett pedig az energetikai felújításokkal tudtunk a rezsiszámlákon csökkenteni, és hát nem utolsó sorban pedig fenntarthatósági szempontból is jelentősége van, hiszen ezekkel a felújításokkal 4300 tonna széndioxid kibocsátás csökkentést tudtunk elérni évente. Ez egy óriási mennyiség, ennyi széndioxid nem fogja terhelni a debreceni levegőt, úgyhogy 48 intézményben tudtunk eljutni, 13,2 milliárd forintot tudtunk az elmúlt 5-6 évben költeni a debreceni oktatási intézmények felújítására. Tömegében óvodákról beszélek, de volt bölcsőde is 10 darab, valamint 6 olyan általános iskola, amiben átfogó felújítást tudtunk elvégezni, úgyhogy tényleg minden korosztály tudta élvezni ennek a jótékony hatását. Nem fogunk itt megállni, hiszen még vannak, nagyon jó tudom, vannak olyan intézmények, ahol még nem értünk oda, és nincsenek 21. századi körülmények, úgyhogy szeretnénk tovább folytatni ezt a programot a Debrecen 2030 program keretében, és 4,2 milliárd forintot szeretnénk elkölteni 16 intézményben, annak érdekében, hogy minél komfortosabb körülmények között tanulhassanak a gyermekek, és hát természetesen a pedagógusok pedig taníthassanak. De kevés időnk maradt, egy aspektusból még nem vizsgáltuk az oktatási rendszert. Itt ugye, ha jól emlékszem, vagy jól gondolom, nyilván akkor gyorsultak fel a folyamatok az oktatásban, és amikor megtörtént a bejelentés a BMW gyárával kapcsolatban, ott kellett gyorsan átgondolni, hogy na akkor hogyan fejleszünk, hogyan hangoljuk össze a különböző szegmenseket. Itt ugye nyilván a munkaerőpiac diktál egyfelől, másfelől azért nem csak általános iskola és középiskola van, hanem felsőoktatás is. Mennyire volt ez, néz vissza, emlékszik erre a pillanatra, hogy akár egy picit kétségbe is estek, hogy úristen, akkor ezt most hogy rakjuk össze, hogy meg tudjunk felelni minden szempontnak? A legelső pillanattól ez téma volt. Emlékszem, amikor például a BMW beruházás érkezett,
18-as bejelentés követően, 19-ben már kormányhatározat született meg arról, hogy milyen fejlesztéseket kell megvalósítani, és hát tényleg le a kalappal a szakképzési centrum vezetése előtt, hiszen ezeket sikerült, ezeket a kihívásokat egyenlőre megválaszolni. Ugye sokszor elmondjuk, hogy 7500-ról most már 12500 tanulója van a Debreceni Szakképzési Centrumnak. Van egy középtávú terv, amely szerint 15000 fősre kell növelni ezt a létszámot, és azt gondoljuk, hogy 15000 fővel rendben vagyunk. Tehát minden céget hosszú távon ki fogunk tudni szolgálni oly módon, hogy elsősorban a debreceni tehetségekre számítsanak. És hát nyilván nem a szakképzésnél ér véget a sor, hiszen a tankerület intézményeire ugyanennyire figyelni kell, hiszen onnan is, akár gimnáziumokból tovább tanulva az egyetemekről szintén szakembereket várnak ezek a cégek, és hát az egyetem pedig szintén megteszi a magáét, hiszen jelenleg is zajlik a műszaki karnak a fejlesztése, és hát azok a mérnök képzések, amikre elsősorban itt a autóipari szereplőknek szüksége van, azok még inkább hangsúlyt kaptak az elmúlt időszakban, köszönet érte az egyetem vezetésének. És ugye itt érintőlegesen beszéltünk már a duális képzésről, de ugye ennek kapcsán azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a foglalkoztató cégek is most már összefonódnak ily módon, az oktatási rendszer részét képezik ennek az egész szisztémának. Mennyire segítheti ez tényleg egy-egy fiatalnak az elhelyezkedését? Tehát aki mondjuk a duális képzésben oda kerül egy céghez, egyenes útja van ahhoz, hogy állást is kap adott esetben, mik a tapasztalatok? Nagyon fontos. Tehát aki ott megfelel a duális képzésben, azonnal el fog tudni helyezkedni. Egyébként 270 cégnek van duális együttműködési megállapodása a Debreceni Szakképzési Centrummal, és azt tudom mondani, hogy aki kimarad, az lemarad. Hogyha valaki utánpótlást szeretne látni debreceni tehetségből, akkor fel kell venni a kapcsolatot a Szakképzési Centrummal. Éppen az elmúlt időszakban beszéltük át a holding tagvállalatainál, hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy a holding tagvállalatai is utánpótlást találjanak akár a Debreceni Szakképzési Centrummal, és hát ugyanígy a cégeknek is mindig azt javaslom, hogy fel kell venni a kapcsolatot, hogy egyáltalán a centrum lássa, hogy ott milyen típusú szakemberekre van szükség, és hogyha valamilyen olyan speciális tudás van, amiben tényleg el kell mélyedni, akkor akár egy duális képzés keretében a megfelelő tanulókat megtalálva az utánpótlást lehet biztosítani, és ugye a központi állami rendszer is ezt támogatja. Most már tanulói szerződések vannak, az állam finanszírozza részben ezeknek a tanulóknak, hát úgy mondanám, tudom, hogy nem így mondják, de a fizetését. Tehát ezek a szakképzési centrumos tanulók egy időt követően már kvázi fizetést kapnak, és emiatt is ennyire vonzóak az ottani képzések. Itt ugye erről a kérdésről beszélgettünk egyébként nem is olyan régen itt az egyik műsorunk keretein belül az egyetem szakembereivel és a szakképzési centrum szakembereivel, akkor én ezt feltettem ezt a kérdést, most önnek is felteszem, hogy felelős vezetőként mit javasolna a szülőknek, hogy tényleg, hogyha biztosra akarnak menni és azt szeretnék, ha elhelyezkedne a gyerek, lehetőleg itt helyben, akkor merre terelgessék. Ugye a pályaválasztás az mindig nehéz fiatalon egy fiatal embernek eldönteni, de azért itt azért vannak olyan irányok, amik lehet egyértelműen javasolni. Könnyű helyzetben vagyok, mert ha már a fiam még nem közvetlen pályaválasztás előtt van, de pont a napokban beszélgettünk erről. És valóban így van, hogy érdemes ezt átgondolni. Nyilván szülőként ilyenkor, hogy is mondjam, valamilyen szinten szabad kezet gondolom illik adni a gyermeknek, de azért orientálni tényleg célszerű. Én azt gondolom, hogy az, aki egy informatikai, egy mérnöki képzésben gondolkodik, és ma már azért a mérnökök tekintetében nem csak férfiakra kell gondolni, hiszen maguk a cégek is számos esetben beszámolnak arról, hogy akár külön programot indítanak arra vonatkozólag, hogy a lányok is kezdjenek el érdeklődni a mérnöki tudományok iránt. Tehát az, aki mondjuk egy mérnöki irányba veszi az irányt, vagy egy informatikai irányba, vagy a Debreceni Szakképzési Centrumban olyan elektronikai vagy mehatronikai irányba, amiket a cégek jelenleg keresnek, azt gondolom, hogy jó irányt vesz a karrierjében. Itt ugye a másik kérdés az, akkor ezt tovább fűzve, hogy mi van akkor, ha valaki nem a műszaki irányban orientálódik. Ugye mennyire lehet az oktatási rendszert annyira alárendelni a járműiparnak, hogy
mondjuk torzuljon ilyen szempontból? Vagy mennyire lehet ezt elkerülni? Így helyes a kérdés, hogy igen, nem szabad csak mindent a járműipar alá, mert azért nagyon fontos ágazatok vannak még. Azért itt van az egészségipar, Debrecenben a gyógyszeripar szintén nagyon fontos szerepet játszik, és hát egyébként is azért orvosokra tényleg szükségünk van tűzoltóra, szükségünk van pedagógusokra, szükségünk van nagyon sok olyan emberre, akik például a vízművénél dolgoznak, vagy itt a médiacentrumnál, úgyhogy azt gondolom, hogy azért minden nem szabad ebbe az irányba terelni, és ezeket az arányokat figyelembe kell venni, hogy minden egyes munkáltatónak vannak igényei, és az élet nem állhat meg, működtetni kell a várost, és működtetni kell nagy rendszereket, és azokra a szakemberekre is szükség van, akik ezeket a rendszereket működtetni tudják. Na, akkor záró kérdésként ehhez kapcsolódóan, mik lehetnek a legnagyobb kihívások ilyen szempontból, akár az oktatási rendszerben a következő évekre való tekintettel? Nagyon sürget minket az idő. Most egy nagyon felfokozott helyzetben van a debreceni munkaerőpiac. Azt látni kell, hogy most nagyon hirtelen, nagyon rövid idő alatt nagyon sok embert akarnak felvenni a munkáltatók. Tehát itt biztos, hogy egy kicsit felfokozott hangulat lesz a munkaerőpiacon. Nyilván ennek azért valamilyen szinten kell, hogy örüljünk, hiszen bérfelhajtó hatással bír a debreceni munkavállalók vonatkozásában. Ezt mindig mondom akár a szolgáltatóknak is, akár egy fodrásznak is, hogy ez rájuk is jótékony hatással van, hiszen hogyha többet keresnek a debreceni munkavállalók, akkor a szolgáltatók is többet fognak tudni elkérni ennyi időt követően, tehát ők is többet fognak keresni, tehát van egy ilyen tovagyűrűző hatása. Most az a legnagyobb kihívás, hogy nagyon rövid idő alatt kell nagyon sok munkahelyet betölteni, és bizonyos esetben például a szakképzési centrumnál már infrastruktúrális problémák vannak, nincsen elég terem, fejleszteni kell, vagy üres termeket kell találni annak érdekében, hogy gyermekeket tudjunk a tantermekbe beültetni. Na hát akkor ehhez kívánok nagyon jó munkát a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönjük. Ez volt a Közügy Extra. Viszontlátásra!